Közel 10 éve már, hogy október 24-e éghajlatvédelmi világnap lett. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az energiaforrások mértéktelen használata, a közlekedési járművek és az ipari tevékenységek által kibocsátott széndioxid mennyiség veszélyeire. A biztonságos határérték 350 ppm, vagyis milliomod rész, jelenleg ez az érték közel 450 ppm, ami már veszélyezteti létünket. Ez idézi elő a jelenleg tapasztalt éghajlatváltozásokat is. A klímaváltozás nem egy tudósi elképzelés, hanem mindennapi valóság, és ez sajnos egyre inkább a gazdák, a családok, a helyi közösségek a saját bőrükön érzik, eltűnnek az évszakok, nagyon nagyok az időjárási szélsőségek, és a stratégiai célja is már azt jelenti, hogy alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, nem pedig az, hogy akadályozzuk meg a klímaváltozást. Az észak-alföldi régió Magyarországon ma az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett terület. A következő évtizedben több mint 2 Celsius fokkal nőhet az átlag hőmérséklet a térségben. Ez mind a gazdaságban, mind az egészségügyben, mind pedig a mindennapi életünkben jelentős változásokat okozhat. Arra kell megoldásokat találni, hogy ezekhez a változásokhoz megfelelően tudjunk alkalmazkodni, és a továbbiakban felmerülő kihívásokra minél gyorsabban és hatékonyabban lehessen reagálni. Ez magába foglalja az öntözési technológiák korszerűsítését, az épületek szigetelését és a megújuló energiaforrások széleskörű használatát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ennek a klímastratégiának egy kiemelt területe. Leginkább a délnyírséget tudnám kiemelni, amely a mai Magyarország területének a legcsapadékhiányosabb területe. Ezzel foglalkozott a megyei önkormányzat 2 évvel ezelőtt is, és tovább viszük ezt a problémát, illetve ezt a megoldásra váró feladatot az Agrárkamarával közösen, illetve a szomszédos megyével közösen, hogy olyan vízügyi beruházásokat kellene megvalósítani a közeljövőben, a következő években, amelyek a párolgás révén csökkentik az időjárási szélsőségeket. Ezen a területen, amellett, hogy a legcsapadék hiányosabb, a legnagyobb a időjárási szélsőségek, mondjuk jégesők előfordulási gyakorlata is, gyakorisága is, és ilyen módon a gyümölcs termesztés az komoly hiányokat szenvedhet. Nem csak az agrárszektorban érzékelteti hatását már most a klímaváltozás, hanem az emberi egészség szempontjából is kedvezőtlen következményei vannak. Egyre több az allergiás beteg, emelkedik a vegetatív idegrendszer terhelése, valamint állat és növényfajok is kipusztulhatnak.